Valahol a szívemben nekem is érlelődik, hogy a fiam fogja tovább csinálni ezt a szakmát, mert nagyon szép lenne, ő lenne már a negyedik generáció, aki a hidakra vigyáz. De tulajdonképpen a mi családunkban régebbre nyúlik vissza ez a hídmesteri történet, mert az én nagypapám a Margit híd hídmestere volt, és ő tulajdonképpen már a déd nagypapámon keresztül a Dunához kötődtünk, egy dunai hajós volt, és az én nagypapám a hajón született. Van egy fotó itt az én nagypapámról, egészen 1981-ig ő volt a Margit hídnak a hídmestere. 60-as években került ide édesapám a Lánchídra. Ő egészen 2004-ig, amikor én átvettem tőle a Lánchidat, addig volt hídmester. Az a kérdés, hogy mit csinál egy hídmester, minden nap munkaidő kezdetén és a munkaidő végén végig kell sétálnunk a hídnak mind a két járdáján, illetve azon a hídon, amit ellenőrzünk. Úgy kell itt hagyni a hidat munkaidő után, hogy semmilyen baleset veszély nem lehet rajta. Tehát a legfontosabb, hogy a hídon a közlekedés zavartalanul tudjon folyni. Természetesen minden hídnak vannak nem látható részei, amik ahova nem jutnak be a gyalogosok. Van például itt a Lánchidon, mélyen itt a Clark Ádám tér alatt egy lánckamra. Ebbe a lánckamrába vannak lerögzítve a láncok, ugyanez Pesten is megvan. Mivel mélyen a Duna alatt van, itt szivattyúk működnek, ellenőrizni kell a szivattyúkat. Vannak speciális saruk fönt a híd tetején, időnként föl kell mennünk a híd tetejére is, ott ezeket a koronasarukat ellenőrizzük. Igazán nekem soha nem volt ez a fejemben, hogy hídmester legyek. Olyan természetes volt, hogy apám hídmester volt. Én annyi mindennel foglalkoztam, rajzolással, gitározással, zenekart alapítottam egész fiatalon, és természetesen, amikor megnősültem, akkor meg előszedtem a rajztudásom, akkor rajzfilmmel kezdtem foglalkozni, animációval. Viszont 2004-ben édesapám megbetegedett, és sajnos a betegség elég hamar el is vitt, és akkor az volt a kérése, hogy én vigyem tovább, és akkor éreztem meg ennek a dolognak a jelentőségét, súlyát, úgyhogy nagyon nagy büszkeséggel ülök itt a hídon, abban a székben, amit az én nagypapám csinált, annál az asztalnál, ami édesapám, ez a lámpa is a nagypapámé volt.